Szóljál meg! Ez azt jelenti, hogy nagyon jól tippelt a mai napon a főtitkárasszony. Itt előttem a magyar bajnok cseregás, mert gratulálok! Milyen volt ez a verseny, hogy érezted magad? Nagyon-nagyon kemény. Ritkán ilyen kemény egy félmaraton, ez inkább egy maratonra hasonlított nekem. Ez volt a harmadik magyar bajnok cím, úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek és mindenkinek, aki segített. Nagyon nagy küzdelem volt, az első 8 kilométer nagyon nehezen ment, úgy kapaszkodni kellett. És ott a Margit-sziget környékén sikerült megújulnom, ott jött meg a kedvem a futáshoz. De nagyon centis volt. Jenkei Péter, akinek nagyon-nagyon gratulálok, ő húzott végig, nagyon kemény volt. Nekem a Tóth Tamás edzőtársam segített a végén a hajrába, úgyhogy neki is nagy köszönet. Jenkei Péter nagyon kemény ellenfél volt ezúttal is. Nem tudom, volt olyan pont, ahol elbizonytalanodtál? Hát gyakorlatilag itt a Szabadsághíd végéig, a 19 kilométerig végig küzdöttem a kételkedéssel. Azért már kétszer nyertem, és címvédőként van azért egy olyan terv, hogy mi van, ha nem sikerül. De hála Istennek sikerült legyőzni, úgyhogy újra enyém az aranydicsőség az Úrnak. Van arra terv, hogy hogy ünnepel a magyar bajnok? Pihenéssel, vagy azért maradt még energia rá? Hát igazából ezt részben egy tesztversenynek szántuk, mert 3 hét múlva Spár maraton, ami szintén országos bajnokság, az egy még fontosabb küzdelem. Úgyhogy arra kell felkészülnöm, és hát nincs sok idő, de össze kell magam kapni, mert ha lelkileg ez ilyen nehéz volt, akkor ott is nagy feladat vár rám, úgyhogy most sokat kell fejben még edzeni.